Érdemes hosszasan elidőzni a kifutók előtt is, hiszen zsebből kikandikáló Bennett kengurukkal is találkozhatunk a nyíregyházi állatparkban. A kicsik 3-4 hónapos korban dugták ki először a fejüket, s 5 hónaposan már időnként kimerészkedtek az erszényből. Rekordgyorsasággal növekszik, egy hónap alatt 1 métert nőtt a japán daru fióka a sóstózóban. A barna pihetollakat viselő fióka 30 napnyi kelés után bújt ki a tojásból, melyet a monogám párkapcsolatban élő daru tenyészpár felváltva költött ki. Tollazata 1,5-2 év múlva lesz szüleihez hasonló. Ritka félmajom, sárga szakálas maki is napvilágot látott a parkban. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen minden évben születik utód. Az elmúlt időszak egyik legkülönlegesebb állatbébia a sárga szakállas maki, hiszen végveszélyben lévő makifajról van szó, melyet nagyon kevesen tartanak zártartási körülmények között. Egy olyan makifajról van szó, mely nem csupán Madagaszkár szigetén él, hanem attól egy 400 kilométerre lévő szigeten, Majot szigetén is, erre utal a Majot maki elnevezés. A többi makifajtól ellentétben gondoljunk csak a gyűrűsfarkú makira, a kicsi hordozásában csak az anya vesz részt, a többiek csak annak tisztogatásában és etetésében. Kopogtatott a gólya a nyíregyházi állatpark Dél-Amerika élővilágát bemutató kifutórendszerében is, pampanyulak vagy más néven nagymarák születtek. Az itt élő 3 tenyészpár közül most mindháromnak született egy-egy kölyke. A monogám kapcsolatban élő nagymarák ilyenkor átmeneti kolóniát alkotnak a többi párral, és közösen vigyáznak az utódokra. Szépen cseperednek az állatpark amerikai és európai bölényborjai is. Az országban egyedülálló módon Sóstófürdőn európai és amerikai bölény is látható, s idén mind a két csapatban kisborjú látott napvilágot. Mindkét faj a kipusztulás szélére sodródott a 19. században, így hatalmas öröm a sikeres szaporulat. És aranykezű tamariniker pár is született a parkban. A furcsa kinézetű majmok kesztyűt viselő mesebeli koboldokra hasonlítanak leginkább. Az állatok testét hosszú fekete szőrzet borítja, kivéve a végtagjaikat, melyek narancsvöröses színűek, emellett arcuk sötét, szőrtelen és kissé elálló fülük van. A tamarin tenyészpárt és a két kis apróságot a park különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség.